Modern gépház, felújított légtechnika és új nyílászárók. Mindez a tavalyi felújítás során valósult meg az uszodában. A modernizáció 2020 márciusában befejeződött, majd jött a koronavírus járvány, itt nem tudtak megnyitni. Most a járványügyi szabályozás enyhítése már lehetővé tenni a nyitást. Az uszoda öltözőit azonban az oltóközpontban dolgozó nővéreknek és orvosoknak tartják fenn. Az oltóközpont működése augusztus végéig van tervező iskolákban. Hát én remélem, hogy áthelyezik az oltóközpontot, ugyanis a iskolák falai között a sportiskola is működik sportolókkal, tehát azért szeptembertől jó lenne, hogyha nem blokkolnák a tornatermeket, a fitness és az uszodát, és tudnák a diákjaink és a nyilvánosság is használni. A belső felújítás után idén az épület kívülről is megújul. A munkálatokat a zárvatartás alatt elvégzik. Az anyagi forrásokat Nagyszombat megye biztosítja. Idén kaptunk pénzt, több mint 100 000 eurót a hőszigetelésre. A nyertes cég júniusban fog belépni, és július végére be kell végezni a munkálatokat. Szívfájdalmam, hogy ilyen gyönyörű az uszoda, fel van újítva, és nem tudjuk kinyitni se a diákoknak, se a nyilvánosságnak. Szeptember mindenképpen szeretném megnyitni az uszodát. A tervek között szerepel az is, hogy az uszoda szaunáit is korszerűsítik, és újra üzembe helyezik.